Harmadik fejezet. Ó, esztelen galaták! Kicsoda igézett meg titeket, akiknek a szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mint a közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok a Szent Szellemet? Vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most a saját erőlködésetek által akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát Isten, aki a Szent Szellemét adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik bennetek és közöttetek, vajon a törvény megcselekvése a saját erőfeszítéseitek, vagy pedig a hit igéjének hallása által teszi ezt? Így van megírva. Ábrahám hit Istennek, és Isten őt ezért igazzá nyilvánította. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fia. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben, a saját erőfeszítéseikben bízók átok alatt vannak. Amiképpen meg van írva. Átkozott mindenki, aki nem tartja meg a törvény minden parancsolatát. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, világos, mert meg van írva. Az igaz ember a hite által fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az élni fog általa. Krisztus megváltott minket a törvény minden átkától. Úgy, hogy ő maga lett átokká értünk, amiképpen megvan írva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusba vetett hitáltal legyen a pogányokon, és hogy a Szent Szellem ígéretét ugyancsak hitáltal megkapjuk. Testvéreim, hétköznapi példát mondok. A megerősített végrendeletet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenni, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adottak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mint a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodról, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenni. Vagyis nem törli el az ígéretet. Mert ha törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret, és nem hit alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta Isten az örökséget. Akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy világosan megmutassa, hogy mik a bűnök. A törvénynek addig kellett működnie, amíg el nem jött Ábrahám utóda, Jézus, akinek az ígéret szólt. A törvényt Isten adta. Mózes volt a közvetítő, Isten és az emberek között. Közvetítőre azonban nincs szükség ott, ahol nincs két fél. Isten ugyanis egyetlen egy. A törvény tehát az ígéretek ellen volna? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás ezt mondja. Az egész emberiség a bűn rabszolgasága alatt szenved. Isten kegyelmi ajándéka, amit előre megígért, Jézus Krisztusba vetett hit alapján adatik azoknak, akik hitük által összekapcsolódnak Istennel. Mielőtt pedig eljött volna ez a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva, az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt, Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg, legyünk elfogadhatóvá Isten számára. De miután eljött a hit,
többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusba vetett hitetek által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó se görög, nincs szolga se szabad, nincs férfi se nő, mert ti mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.